Szerdán rendhagyogó állameccset játszott alkalmi kecskeméti csapatunk az MTK ellen, és a szurkolók bizony nem felejtették el a régi kedvenceket, közel 600 néző volt kíváncsi a találkozót. A végig barátságos hangulatban zajló gálán Balogh Béla, Bori Gábor, Ribánszky László, Gyagya Attila, Forró Gyula, Moll Dávid, Patvaros Zsolt, Krisztián Ebala és Tököli Attila öltött újra lila-fehér szerelést, míg a kezdőrúgást Balázs Zsolt és Bertus Lajos végezhette el. Bár a meccs még közös fotóval indult, a legerősebb összeállításában érkező MTK megadta a módját a kezdésnek, és a meccs elején két szép góllal halkították el a közönséget, akik azért sportszerűen megtapsolták őket. Előbb egy formás passzolgatás után Gera Dániel használta ki az ígyszerét, majd az első negyed óra végéhez érve Torgelle Sándor emelt a kapuba Kanta passzából. A 22. percben már robbant a stadion a szurkolóknak köszönhetően, egy a legszebb kecskeméti időket idéző támadást vezettünk a saját 16-osunktól, melynek végén Bori passzából Tököli harcolt ki magának lövőhelyzetet, és megmutatta, hogy még 39 évesen is benne van a gól. Fél idő végére az összes visszatérő lejött, és mindannyian nagy taps közepette hagyták el a pályát, helyükre a jelenlegi kedvencek, a KLCKTS-i labdarúgói álltak, akik közül mindenkinek igyekezett lehetőséget adni a szakmai stáb. Fordulás után aztán további két MTK gólt láthattak a nézők. Először Hújber lépett ki jó ütemben, és lőtt okosan a kapuba, majd Szatmár István állította be a 4-1-es végeredmény. Ezen az estén azonban nem az eredmény volt a lényeg, hanem az élmény, hiszen ezt a csapatot egyetlen alkalommal láthattuk ebben a szezonban. KLCKTS-i vasárnap 15 órakor János Halmán folytatja már a megye egy küzdelmeit.